A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Talán emlékeznek rá, bizonyos vagyok benne, hogy emlékeznek rá, boldog új évet egyéb iránt, arra a beszélgetésünkre, amelynek aztán az írott változatban azt a címet adtam, hogy Bucsi László és az időtlen szolgálat misztériuma. Nos, hát aztán 2023. decemberében kaptuk a hírt, hogy nyugdíjba vonul és közel 4 év után távozik a Fejér megyei Szent György Egyetemi és Oktatókórház éléről Bucsi professzor. Tisztettel köszöntöm. Én is köszöntöm szerkesztő urat, és én is boldog új évet kívánok. No, hát alaposan meglepődtünk, én azt gondolom, mert hogy ugye elkezdtük olvasni az újságokat, és a különböző fórumokon kismillió komment jelent meg a távozásról, hiszen ez nem csak önt érintette, hanem nagyon sok mindenkit a magyar kórházi életből. Aztán ugye kiderült természetesen, hogy a búcsú nem végleges, hiszen a főigazgatói státusza megszűnt ugyan, de továbbra is a fehérvári kórházért fog dolgozni, mint ortopéd főorvos a mozgássebészeti centrumban, illetve megmarad a Pécsi Tudományegyetem külső ortopédiai tanszék vezetőjeként is. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó hír. Erről is fog szó esni, de egy kicsit azért menjünk vissza a múltba, hiszen ez nagyon fontos. Ön azt tudjuk, hogy ős székesfehérvári, és azt hiszem, hogy az Ybl Miklós gimnázium egykori tanulója elkötelezte magát a gyógyítás mellett, de ez egy hosszú folyamat volt. Így van, Székesfehérvár szülötte vagyok, egyetemre kerültem 18 éves koromba, és 42 éves koromba tértem vissza Székesfehérvárra, és éppen most, hogy vége a főigazgatói pályafutásomnak, úgy számot vetettem, 1999-ben kezdtem vezetőként Székesfehérváron a Szent György Kórházban. Először az ortopéd osztály vezetője voltam, aztán 2008-tól a mozgásszervi sebészeti centrum vezetőjeként, majd 2020-ban főigazgatóként, és majdnem 4 évet szolgáltam így. És most vissza a szakmába, hogy elhangzott, a Pécsi Tudományegyetem külső ortopédiai tanszékének a vezetőjeként, ami egyébként megalakult 2021. márciusában, amikor címzetes egyetemi tanárnak neveztek ki a Pécsi Egyetemen, és a címzetes egyetemi tanári kinevezés az tanszékkel jár, és ezért egy ilyen külső ortopédiai tanszék is alakult itt Székesfehérváron. Már korábban volt egy transzlációs tanszék, és ez gyakorlatilag a második tanszék az oktatókórházban. Nagyon fontos, amit mond, nyilván el fogunk jutni eddig, ugyanakkor egy kicsit menjünk vissza Pécsre, hiszen egy olyan veretes tanári névsor jellemezte az akkori orvosegyetemet, ami azt hiszem, hogy feledhetetlen. Jószerivel minden orvos, aki ott végzett, megemlíti Szent Ágottai professzort, Vízkeleti professzort, Bálint professzort, tehát egy olyan csapat volt, ami máig elkíséri. Igen, ez a budapesti orvosegyetem, amiről beszélünk, így van. Tehát a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen végeztem 1981-ben, és valóban már egy korábbi riport kapcsán említést tettem ezekről a valóban veretes nevekről, akik a tanáraim voltak. Szakirányválasztásról kérdezném, hiszen ez nagyon-nagyon fontos, ortopédia, traumatológia. Igen, erről is beszéltünk korábban, az korábbi riportban, mindenképpen manuális szakmát szerettem volna. Akkor annak idején az évfolyamból szinte mindenki általános sebész akart lenni. Én már akkor láttam Amerikában, és a szakma olyan 10-15 évvel előbbre járt akkor Amerikában, azon a kontinensen. Akkor láttam, hogy az ortopédia, a szívsebészet, plasztikai sebészet, ez a hármas ott volt a dobogon. Magyarországon még nem. Én ebből kiindulva választottam, és úgy gondolom, nem választottam rosszul, mert ez a szakma szép lassan befutóvá vált, és itt is az elsők között van már Magyarországon. A külföldi tanulmányai megerősítették?
Hogyne, Angliában voltam, gyakorlatilag éveket töltöttem Angliában, korábban ösztöndíjasként 2 évet, majd később egy privát klinikán dolgoztam olyan formában, hogy 6 hét itthon, 2 hét Manchester. Ez 2005-től 3-4 éven keresztül zajlott így, akkor nagyon-nagyon keveset tudtunk operálni itthon, még nehezebb körülmények voltak, és ott mondhatnám, hogy sokkal nehezebb körülmények, mint most. Most gyakorlatilag nincs hiány a vállalós teledolgozásokra, plusz támogatások vannak, tehát ma is éppen, hogy elkezdtem dolgozni szabadság után, dupla műtőben folynak a vállalós teledolgozások, csípő és térprotézis műtétek. Ugye azt tudjuk, hogy marasztalták Austria-ben, aztán mégis hazatért. Én azt hiszem, hogy ezt is részben Vészkelti professzornak köszönhetjük. És elindult egy olyan úton, ami azt hiszem, hogy példaértékű. Így van, Vészkelti Tibor professzor, ő egy, ahogy az előbb már elhangzott, veretes név a szakmában. És ő kért arra, hogy jöjjek haza. Mikor megkaptam ezt az ajánlatot, akkor telefonon beszéltünk, és nem bántam meg. Osztályt kaptam a klinikán, aztán Fehérvárra pályáztam, egy nagyon jó minőségű osztályt hagyott hátra Perjes főorvos. Aztán jött a mozgásszervi centrum, az ortopéd trauma, kés sportsebészet együtt, csodálatos, tulajdonképpen 25 éve vagyok itt vezetőként Fehérváron. Nem bántam meg, hogy hazajöttem. Ott egy 133. lehet, hogy egy nagyon jó kereső sebész lennék, de az, amit itthon kaptam a szakmától, gyakorlatilag a főigazgatóság is annak köszönhető, hogy a szakmai múltam ezt megalapozta, az is egy csodálatos, majdnem 4 év volt a főigazgatóság, amit gyakorlatilag addig, ugye előtte majdnem 20 évig voltam itt a szakmába, reggel bementem a műtőbe, délután este fele kijöttem, betegekkel foglalkoztam, nem is ismertem meg igazából a megyei, közéleti, politikai vezetés. Nagyon sok, nagyon értékes emberrel ismerkedtem meg ez alatt a 4 év alatt. Ez volt a fő hozadéka ennek a 4 évnek. Egy kicsit beszéljünk az Európai Ortopéd Traumatológus Társaságról, hiszen veretes nevek szerepelnek, és ön ott volt már az első pillanattól kezdve. Így van, ez is Vizkeleti professzornak köszönhető. Éppen akkor nem ért rá valami miatt, és akkor jöttem haza angliai ösztöndíjamról. Nagyon fiatal voltam, 1991-et írunk, amikor alakult az EFORT, az Európai Ortopéd Traumatológia Társaság. Ez egy tudományos társaság, és Marentinóban, Olaszországban volt az alakuló ülés. Engem küldött ki, és valóban Freeman professzortól kezdve az akkori angol, német, belga, holland nagyokkal együtt megalakítottuk. Én, mint egy kakuktojásot, 31 néhány évesen vettem részt az alakít. De még egyszer mondom, ez egy véletlen egybeesés. Éppen Vizkeleti professzor, vagy lehet, hogy valami betegség volt éppen akkor, egy nagyon komoly felső légúti hurut, és egyértelműen azt mondta, hogy ő nem tud ide kimenni, és így kerültem be a nemzetközi vérkeringésbe. Igazából itt kezdődött a nemzetközi karrier. Fontos pillanat volt az Egyetemi Oktatókórház megvalósítása, mármint szakmai szempontból nyilván, de nem különben fontos volt a mozgásszervi sebészeti centrum. 2008-at írtunk, és ez egy olyan lépés volt, egy olyan úttörő lépés, ami abszolút megváltoztatta ezt a szakirányt. Igen, közös szakvizsga az Európai Társaság javaslatára, az ortopédia és a traumatológia, ami mindig egy különálló szakma volt Magyarországon is. Nagyon-nagyon komoly diplomácia kellett ahhoz, diplomáciai érzék az akkori vezetők részéről, hogy tudjon közeledni a két szakma. A közös szakvizsgával, ami európai előírás volt, ez könnyebbé vált, és gyakorlatilag Magyarországon szinte elsőként csináltuk meg azt, hogy az ortopéd, trauma, kéz és sportsebészet egy ernyő alatt kezdett el működni, ami gazdasági szempontból hasonló műszerparkja van, hasonló izmokkal, csontokkal foglalkozó szakmákról van szó. Soha nem lesz egy szakma a kettő, még mindig van egy olyan
a verzió a traumatológusokban és a tisztán ortopédekben még, de amikor csak ortopéd traumatológusok fogják alkotni a csapatot, ez teljesen ki fog simulni, az az érzésem. Tehát lépésről lépésre kellett haladni. Lépésről lépésre, és még a mai napig is lépésről lépésre kell menni. Viszont ez akkor is egy óriási lépés mindenféle értelemben, és ráadásul az, hogy sikerült ide csábítani a Zahár főorvos urat, azt hiszem, hogy ez is egy fontos, meg számtalan olyan fiatal, tehetséges, sokra hivatott szakembert, akik megfelelnek annak az egyáltalán, én azt mondom, hogy mostanság egy nagyon fontos igény, hogy teljes körűen lehessen az ortopédiát csinálni. Ha a kórház egyéb dolgait nézzük, akkor az elmúlt 4 esztendőben mi az, ami alapvetően változott? Nagyon sok beruházás, nagyon sok olyan modern városok program keretében. Megmondom őszintén, az elején elhangzott ugye, hogy vége van a főigazgatóságnak. Én ezt teljesen jogosnak érzem azt, hogy 65 év felett a nyugdíjas kort elérve, egyébként a közszférában minden állami intézmény vezetője 65 éves korban leköszön a vezetésről. Ezt többen úgy élték meg, hogy ja Istenem, de ezt, hogy ma például Magyarországon még decemberben 83 éves kollega vezet egy országos intézetet, ez szerintem nem megengedhető. És valahol meg kell húzni a határt, és ez a határ, ez a 65, ez egy olyan határ, ami még egyszer mondom, a közszférában mindenhol elfogadott, miért legyen kivétel az egészségügy. Én ezt teljesen elfogadhatónak tartom, és így, hogy a visszavonulásom a tanszékre megoldott, én abszolút pozitív vagyok ebből a szempontból. Tehát én egy pillanatra nem merült föl bennem, hogy jaj, miért történt ez velem. Viszont tehát nyilván a köznapi ember számára furcsa volt a hirtelen bejelentés, ezt azért tegyük hozzá, mert hogy előzményét nem láttuk, hallottuk, és annak tükrében, hogy a Szent György Egyetemi Oktatókórház ilyen értelemben szárnyal, tehát azt hiszem, hogy panasz szó nem érhette, váratlan volt. Valóban 17 olyan kórház, megyei irányító intézmény és városi kórház került be, ahol 65 pluszos vezető volt. Inkább az, hogy plusz emellé még 7 kórház, tehát összesen 24 kórház maradt főigazgató nélkül. Ez inkább a nehéz része, pótolni 27 embert. Itt Fehérváron nincs gond, mert az SMS szerinti helyettesem, az orvosigazgató, aki több mint 30 éve van a kórházban, Kovács Attila főorvos úr, ő vette át az irányítást. Ami a nehézség lesz majd, 6 hónapon belül ígérte a BM, hogy pályázatok útján betölti ezeket a helyeket, tehát ott kell majd figyelni arra, hogy lehetőleg olyan ember kerüljön a kórház élére. Én nagyon remélem, hogy a mostani menedzsmentből többen is pályáznak. Én konkrétan Kovács Attila orvos igazgatóra, illetve Bakos Gábor orvosigazgató helyettes úrra gondolok. Remélem, hogy a BM elvárásoknak megfelel valamelyikőjük, és folyhat tovább az a munka, amit elkezdtünk. Ez a kórház az ország egyik legjobb kórháza, amit kiderült számomra, ami nem az én érdemem, az előzők, és kiemelnék 3-at, Nyári Ildikót, Csingár Antalt, illetve Csernavölgyi Istvánt. Én a szintet tudtam tartani, ennek nagyon örülök, hogy a 4 év alatt a szint nem romlott. Ez volt az én dolgom, hogy lehetőleg megőrizni azt, amit a elődök kialakítottak, ez sikerült. Annak ellenére, hogy én igazából nem vagyok egy menedzser, van vezetői múltam, de például végzettségem nincsen, menedzseri végzettségem. Ennek tükrében tehát a visszatérés a mozgásszervi sebészeti centrumhoz, azt hiszem, hogy ez egy azért nagy kihívás. Inkább az a része, hogy az oktatás, képzés, továbbképzés, vizsgáztatás, angol-német évfolyam, PhD dolgozatok értékelése, PhD-sekkel való foglalkozás, rezidensekkel, éppen 12 rezidens van pillanatnyilag, akivel majd foglalkozni fogok, az ő tudományos képzésük, az egy PhD hallgatónk, ami a tanszéken belül. A tanszékről még annyit az elmondanék, hogy tagjai Zahár Ákos főorvos úr, akiről már az előbb beszéltünk, Dobos Ferenc főorvos úr, Sant Károly főorvos, aki a sportsebészetet vezeti, és van egy PhD hallgatónk, Vajda Mátyás,
akinek a PhD-je folyamatban van, abban most egy kicsit aktívabban tudok. Főigazgatói feladataim egy kicsit gyengítették a tanszéken az aktivitásomat, de ez most változni fog. Tehát ez a kettő, a Pécsi Tudományi Egyetem, illetve a Mozgásszervi Centrum, azt hiszem, hogy ez egy teljességet ad ismét. Hogyne. A Mozgásszervi Centrum ugye a Szent György Egyetemi Oktatókórháznak az ortopédiával, traumával, kézsebészettel, sportsebészettel foglalkozó centruma, és a Pécsi Tudományi Egyetem külső ortopédi tanszéke a Mozgásszervi Centrumon belül pedig fogja szervezni a képzést, továbbképzést, oktatást, rezidensekkel való foglalkozást. Tehát akkor a publikációi sora is nő nyilvánvalóan. Így van. Ő úgy fogalmazott, hogy akkor szeretek közölni, ha van mondani valóm, ha úgy érzem, hogy annak van üzenete, amit írtam. Így van, így van. Azóta megjelent, amióta beszélgettünk, egy olyan közleményem, szintén a Mozgásszervi Centrumból, azoknak a protéziseknek a hosszú távú eredménye, amit gyakorlatilag én már az ortopéd klinikán elkezdtem. Ez egy amerikai gyártmányú protézis, szárvonatkozásában most is világszínvonalú, és kiderültek olyan dolgok, amik egy nemzetközi labba azonnal elfogadásra kerültek. Tehát hosszú távon a székesfehérvári anyagot földolgoztuk, ami meg is jelent egy nemzetközi labba, International Orthopedics-nek hívják. Tehát ez az út, amit elkezdtek Zahár főorvos úrral, az egy jó út, hiszen az a cél, hogy a Fehérvári az ország első mozgásszervű centruma legyen. Azt hiszem, hogy ez elindult. Inkább úgy fogalmaznék, hogy amit én elkezdtem, ő tovább folytatja, és megpróbáljuk együtt csúcsra futtatni ezt a centrum. Az ő hazaérkeztével ez a centrum gyakorlatilag már dobogó közeli helyen van, és az a célunk az ő revíziós tapasztalatával, tehát a csipő térprotézisek revíziójának a tapasztalatával az ország első centrumává tegyük. Ezzel a tudományos lökettel, ami most a külső tanszéket illeti, szerintem erre reális esély van. És mi történhet Pécsett? Pécsett, Pécsi Egyetemnek van egy ortopédiai klinikája. Azt egyébként egy radiológián korában osztályvezető főorvosunk Tán Zoltán fia vezeti, Tán Péter professzor, akivel egyeztettem a továbbiakról, miután megtudtam, hogy én itt leszek igazán aktív ebben ezen a tanszéken. Tehát van egy anyatanszék, az a Pécsi Tudományi Egyetemnek ortopédiai klinikája. Ez pedig a Pécsi Tudományegyetem külső ortopédiai tanszéke lesz, tehát párhuzamosan, mondjuk úgy párhuzamosan, hogy már meg is kértek arra Pécsről, hogy a Pécsi Skill Laborban egy csipőfeltárásokkal kapcsolatos tréninget szervezzünk. Ezt mesterfőorvossal, aki korábban itt volt a traumatológiai osztály vezetője, ő visszament a Pécsi Traumaklinikára, és ő hívott fel, miután megtudta, hogy a külső tanszék igazán aktív lesz Fehérváron, hogy csináljuk meg együtt Pécset, majd utána pedig Fehérváron ezt a kurzust a Skill Laborba. Tehát a dolgok elindultak. Tehát ez a történet kerek, és a Nemzetközi Ortopéd Traumatológus Társasággal együtt azt hiszem valóságosan kerek. Így van. Még a SZIKOT a másik, a világszervezet, ez az európai, az EFORT, az az európai szervezet. Igazán aktív a SZIKOT-ba voltam, aminek a világkongresszusa itt volt 2021-ben Budapesten. Tehát azt szoktam mondani, és ezt Izbégi professzor mondta nekem egyszer, és nagyon igaza volt, hogy ő neki volt egy holland barátja, aki mondta azt, hogy szinte semmit nem fedeztem fel a belgyógyászat területén, már mint a holland kollega, de szerveztem egy világkongresszust, és ismer a világ. Ugyanez volt velem. Valóban én sem fedeztem fel, nem alkottam új protézist, térprotézist, csipőprotézist, mert nem is tartom érdemesnek arra, hogy én csináljak egy újat, mert van nagyon jó nyugati protézisek tárháza van, tehát azt überelni nagyon nehéz. De viszont megszervezze ezt a világkongresszust, valóban Amerikától Ausztráliáig, még egy-két évig talán fogják ismerni a nevemet. És ez az, ami nekem igazán itt az életem vége fele a nagy csoda, hogy ismerik a nevemet. Tehát világban. Megerősítést jelent mindenféle. Hogyne. Tehát a kiégés ellen fantasztikus, igen. Egy ilyen. Tehát a munkát folytatja, ami azt hiszem, hogy ennél nincs fontosabb, mert ez egyfajta üzenet is, azt hiszem, a fiatal kollégák számára, hogy van továbbra is
mert nyilván felnő egy olyan nemzedék, aki azért felnéz mindazokra, akik nagyon sokat tettek az orvostudományért, vagy a szakirányukért, és ez nagyon-nagyon fontos. Napról napra tehát folytatja a munkát, a tanítást, a közleményeket, a különböző tudományos találkozókon is részt vesz. Ha le kéne vonni tanulságot, vagy üzenni a fiatal kollégának, hogyan tenné meg? Sokat beszélgettem fiatalabb kollégákkal. Ugye ez az én szakmai karrierem, ez másfél-két embert kíván. Ma nagyon kevés fiatal hajlamos arra, és kollégáimnak, hogyha körbenézek, mindenkinek három, van akinek 4-5 gyereke van. Ilyen nagy, komoly családok mellett nagyon nehéz másfél-két emberként végigjátszani egy életet a szakmában. De van, aki hajlandó, például a ma reggeli referáló után egy fiatal rezidens jött oda hozzám, hogy hogy tudna PhD-t csinálni. Hogy én most ugye idejöttem, és már is van egy palánta, aki erre jelentkezett, de nem általános. Nem is lehet általános, még egyszer mondom, a mindennapok mellett, a munka, család mellett valami rámegy erre. A család, az egészség, hál' Istennek úgy érzem, hogy nincs problémám az egészséggel. A lányom, mondja a nagylány, hogy többet is foglalkozhattam volna vele annak idején, amikor kicsi volt. Ezt elfogadom. Tehát ebből a szempontból van mínusz az életemben. Mit kívánjunk önnek? Én azt hiszem, hogy azért egy fontos időszak múlt el, és egy újabb fontos időszak kezdődik. Én azt hiszem, ha egészség van, akkor minden van. Tehát az egészség az első. Jó, tehát ezt kívánjuk, és hát én azt gondolom, hogy további nívós szakmai munkát, ami nem is kívánság, hanem az ön esetében természetes számunkra. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt bennünket. Én köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Bucsi professzor volt, aki természetesen marad itt Székesfehérváron, a Szent György Egyetemi és Oktatókórház berkeiben belül is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.